Adásunkban ellátogatunk egy gokárttáborba, ahol a gyermekek játékosan tanulják meg a közlekedés alapvető szabályait, valamint a gokárt működését. Megnézzük a főváros legnagyobb kerékpártárolóját, ahol mintegy 60 biciklit lehet elhelyezni. Valamint megtudjuk, milyen ügyeket lehet intézni a Balatonfüredi új hajózási ügyfélablaknál. Száguldás, adrenalin, benzingőzés, verseny. Talán így lehetne jellemezni a gokártozást. Ám a gyerekeknek szervezett táborba egy kis oktatást is becsempésztek, méghozzá úgy, hogy közben játékosan megtanulják kezelni az autót, és elsajátítják mindazt, ami a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen. A gokártábor nagyon izgalmas és élvezetes, mind a gyerekeknek, mind az én kollégáimnak is, még nekem is, hiszen nagyon komplex dolgot tudunk biztosítani. A gokártáborban érkező gyerekek, és itt kiemelném, hogy nem csak fiúk, hanem lányok is, azt tanulják meg, hogy milyen az, amikor mondjuk egy gokárban négy keréken ülve egy viszonylag komolyabb sebesség mellett íven kell tartani a gokártot, vagy fékezni kell, és azt a féket azt úgy kell adagolni, hogy az a kanyarban optimális legyen. Ilyeneket nagyon-nagyon gyorsan megtanulnak egyébként, és azt gondolom, hogy ilyen fiatal korban, hogyha ez beívódik, akkor ez majd később az autóvezetés során is nagyon gyorsan elő fog jönni, és nekik egy könnyebb indulásuk lesz az autóvezetéssel kapcsolatosan. Milyen ez a gokárttábor? Mi az a plusz, amit tud neked adni? Mivel tud neked segíteni a közlekedésben? Hát az előzést tanítják, a pálya íveit, hogy kell közlekedni. A fékeket megtanultuk, és az íveket tanultuk még meg, hogy hol kell fékezni, és hol kell gázt nyomni meg. Nehéz volt? Nem, könnyű volt. Mi a legnehezebb számodra ebben az egészben, hogyha tanulást nézzük? Kanyarodás. Én inkább a kanyarodás, vagy az előzés. A kanyarodás nem mi az, amit el szoktál téveszteni? Mire figyelsz oda, amit nem tudtál eddig? Túl kormányzom. Aha. És én mindig kifordulok. Miben segít téged a közlekedésben ez a tábor? Megtanítja a sebességet, fékeket, meg jól át. Gázt is le. Tudom már, hogy kell nyomni. Itt a gyerekek arra is rájönnek, hogy a partnerség mennyire fontos a közlekedésben. Mivel a fékek használata mindennapossá válik gokártozás közben, ezért pontosan tudják, mit jelent, ha egy váratlan pillanatban felelőtlenül lelépnek a járdáról. Az, amikor ő az iskolából kijön, és majd lelép a zebrára, akkor át tud futni az ő fejében az, hogy ha váratlanul lép le egy autó elé, az mit jelent az autósnak, hogy mondjuk 50 km/h mennyi idő alatt tud megállni. És amikor őnek ilyen gyakorlati tapasztalata van ezzel kapcsolatban, hogy őneki kell megfékezni egy gokártot, és akkor mennyi időt telik el, mire meg tud állni, így egy kicsit bele tudja élni magát az autós helyzetébe, és azt gondolom, hogy sokkal megfontoltabban fog tudni ő közlekedésben is részt venni. A szabályok betartása az, ami itt az első és legfontosabb a gyerekek képzésében, és azt gondolom, hogy minek után ők megérzik azt, hogy a szabályrendszer az fontos, így a közlekedésben is sokkal automatikusabban fogják ezeket a szabályokat használni. Hogy kerültél te ebbe a táborba? Hát tetszik a gokárt, és a bátyám tavaly volt táborba, és mindenféle jó dolgot mondott, ezért gondoltam, hogy én is kipróbálhatom. Na és mik ezek a jó dolgok? Hát például azt mondta, hogy sok verseny van, hogy gyorsan is lehet menni, meg a bójázás is jó. Hát ennyi. Meg hogy játékok vannak, csapatversenyek, meg ilyenek. És mi a legjobb? Mi tetszik a legjobban neked? Hát persze, hogy a gokártozás. Mit gondolsz, az, aki tud gokártozni, az jobban fog majd vezetni a közúton? Persze, biztos vagyok benne, hogy jobban. Mi az, amit hasznosítani fogsz tudni majd? Hát ugye a kanyaroknál ugyanúgy vetem be az íveket, szóval, hogy a kanyart
hogyha van egy ilyen nagyon nagy kanyar, akkor ugyanúgy fogom bevetni, mint itt. Azt gondolom, hogy a szülők azért fizetik be a gyerekeket a gokártáborba, mert tisztában vannak azzal, hogy ez nem szimplán gokártozásról szól. Itt közlekedés kultúrát és minimális kressz ismereteket is oktatunk, és ettől komplex a gokártábor. Amikor ők beülnek az autóba a szülők mellé, akkor én el tudom képzelni, hogy a gyerekek esetleg figyelmeztetik a szülőket, amit aztán utána nyilván a szülő észbe kap, és azt fogja mondani, hogy úristen, példát mutatok a gyereknek, és elismer, hogy hibázott, és esetleg a legközelebbi alkalommal már másképp fogja csinálni. Gondoljunk bele, hogy mondjuk az a gyerek, aki 13-14 éves korában a közlekedés biztonság szempontjából kezdi meg a közlekedést, majd így kerül autóba, az mennyivel nagyobb előnyben van, mennyivel biztonságosabban érezheti magát, mint az, aki a 17-18 éves barátja vagy nagy testvére mellé ül be, akinek se rutinja, se tapasztalata nincsen, és a szágoldozás, a brahizás, a gyorsan forduljunk be, kanyarodás technikáját kezdi el megtanulni és művelni. Aki onnét indítja az autózást, annak sokkal nehezebb feladata van közlekedés biztonság szempontjából jól teljesíteni, mint azoknak a gyerekeknek, akik már a 13 éves korban ezt elsajátították. Megnyílt a főváros egyik legnagyobb kerékpár tárolója. A mintegy 60 kerékpár szabadtéri, mégis fedett helyen történő tárolását lehetővé tévő parkolót a rendőrség Teve utcai székházának árkádsora alatt alakították ki. A tároló létrehozásával a rendőri vezetés egyértelműen kifejezte azt a szándékát, hogy támogatja a dolgozók kerékpárral történő munkába járását, a közlekedés emek környezetbarát, s nem utolsó sorban pénztárca barát módját. A védett helyen lévő korszerű kerékpár tárolóra egyébként jelentős igény van, hiszen a rendőrségi dolgozók egyre nagyobb hányada közlekedik biciklivel, valamint segédmotoros kerékpárral a munkahelyére. A tároló további jellegzetessége, egyben érdekessége is, hogy a kétkerekűek tárolásának lehetősége mellett információkat is szolgáltat a bringások részére. Példaként említhető, hogy jól illusztrált, szemléltető anyagok mutatják be a kerékpár kötelező, valamint ajánlott felszerelési tárgyait. Bízunk benne, hogy ez a kezdeményezés nem csak Budapesten valósul meg, hanem az ország több pontján is. Senki sem szereti a sorban állást hivatalos ügyek intézésekor. Hát még ha mindezt nagy melegben kell megtenni, az meg annyi bosszúságot is tud okozni. Helyette sokkal inkább ringatóznánk a Balatonon, vagy sütetnénk a hasunkat a parton. A Nemzeti Közlekedési Hatóság ezt felismerve a vizek szerelmeseinek egy új ügyfélablak megnyitását, illetve működését hozta létre, méghozzá a Balaton parton. A hajózási hatóság szolgálati és ellenőrzési pontokat működtet az ország területén, Tokajban, Szegeden, Komáromban, Mohácson és Balatonon pedig Siófokon. Egész évben működő ellenőrzési pontokon az ügyfelek mindenféle hajózás ügyekkel kapcsolatban, ügyfélszolgálati időben, hétfőn, szerdán és pénteken várják a kedves ügyfeleinket. Az ellenőrzési pontokon kívül Balatonfüreden, a Balatonfüredi Jachtklub kikötőjében szezonálisan a hajósok és vitorlások teljes körű kiszolgálása érdekében tartunk ügyfélszolgálatot május 14-től szeptember 18-áig. A Balatonfüredi új ügyfélablak is sok segítséget tud nyújtani mindazoknak, akiknek hajózási papírokkal, illetve engedélyekkel kapcsolatos problémáik vannak. Vannak olyan ügyek, amelyeket azonnal meg tudunk oldani, tehát hajószolgálati könyvvel kapcsolatos képesítésbevezetések, éves ellenőrzések, szolgálati idő igazolások, orvosi bejegyzések, tehát ezeket azonnal tudjuk reflektálni a kedves ügyfelek számára, viszont vannak olyan ügyek, amelyek természetesen feldolgozást igényelnek, ezeket én a budapesti központban fölviszem. Miért ezek az ügyek feldolgozásra kerülnek az ügyfél kérésére, vagy postára, vagy pedig személyes átvétellel átveheti nálam Balatonfüreden.
érvényes okmányok nélküli közlekedés mindenképpen komoly pénzbírsággal járhat. Érdemes minden szezon előtt leellenőrizni papírjainkat, hiszen amennyiben lejárt, még van időnk akár szezonkezdés előtt megcsináltatni. A keftelési célú motoros vitorlás kishajó vezetői engedélyek orvosilag, ha lejárnak, akkor az orvosi házi orvoshoz kell menni, és ott kell meghosszabbítani, amíg be nem telik az okmány. Ha betelt az okmány, akkor a házi orvostól kérni kell egy igazolást, hogy kishajó vezetésére alkalmas, és ezzel az orvosi igazolással kell felkeresni hatóságunkat, ahol pedig mi teljesen új okmányt fogunk neki részére kiállítani, orvosi érvényességgel, és ezt így fogja megkapni. Ügyintézési határidő pedig 30 nap. Azt üzenem a hajósok számára, hogy élvezzék a nyarat, a vitorlázást, és vigyázzanak arra, hogy biztonságuk érdekében a hajólevelek érvényesek legyenek, műszakilag rendben legyenek a hajójuk, és természetesen az okmányok is érvényesek legyenek, mert az nagyon fontos. A műsor támogatója a GRSP Magyarország Egyesület. A műsor támogatója a Bridgestone Magyarország Kft. A műsort a Porsche Hungária Go Service programja támogatja.